Magyarország megvétózza az Európai Unió 7 éves költségvetését és a gazdaság járvány utáni beindítását szolgáló újjáépítési csomagot. Erről levélben értesítette az uniós intézmények vezetőit Orbán Viktor miniszterelnök. Ehhez csatlakozik Lengyelország is. A két tagállam az úgynevezett jogállamisági feltételrendszer miatt utasítja el a jogszabályokat. Baracka Eszter kolléganőnket kapcsoljuk most élőben Brüsszelből. Eszter, nem azt utasítjuk el, amit kifogásolunk, hanem két másik jogszabálytervezetet. Tegyük akkor egy picit tisztába, hogy is van ez pontosan, és most hogyan tovább? Ezek szerint nem lesz költségvetés és mentőcsomag sem? Jó reggelt kívánok! Igen, ez egy elég bonyolultnak tűnő történet, de mindjárt világosabb lesz, hogyha kiderül, hogy mik is a szavazási szabályok. Ugye a jogállamisági feltételrendszert kifogásolja ez a két tagállam, de ebben az esetben ennek a jogszabálynak az elfogadása minősített többséget igényel, tehát itt akár egy, akár két tagállam utasítaná el a jogszabályt, tulajdonképpen nem lenne hatása, elfogadnák, mint ahogy el is fogadták lényegében tegnap. Két másik jogszabály van szó, amelyet elutasít ez a két ország. Az egyik a költségvetésről, a 7 éves költségvetésről szóló rendelet, a másik pedig az úgynevezett saját források rendelete. Ez tulajdonképpen a jogi kerete az úgynevezett gazdasági újjáépítési mentőcsomagnak, 750 milliárd euróról van szó. Ezt viszont az Európai Bizottság a pénzpiacokról szerezné be, és ahhoz, hogy ezt megtehesse, lényegében hitelt vehessen fel, szükség van garanciákra a tagállamoktól. Ez az a bizonyos saját források rendelet, amit Lengyelország és Magyarország meg fog vétózni. A tegnapi még nem hivatalos vétő volt egyszerűen egy politikai állásfoglalás arról, hogy mit gondol ez a két ország erről a két rendeletről. Ebben az esetben ez már mindenképpen hatása, ennek mindenképpen hatása van a jövőre, hiszen két olyan nagyon fontos rendeletről van szó. Egyrészt a költségvetésről, másrészt a mentőcsomagról, aminek az elmaradása mindenképpen fájna tulajdonképpen mindenkinek. Hogy mi lesz a következő lépés, azt egyelőre nem tudni. Rengeteg forgatókönyv van, rengeteg találgatás van. Ugye a következő lépésben szavazni kéne hivatalosan, tehát a jogi aktus részeként erről a két rendelet, de mindenki azt valószínűsíti, mint ahogy tudjuk is, hogy a háttérben nagyon-nagyon aktív tárgyalások zajlanak, ami azt eredményezheti, hogy vagy beszorítják a sarokba ezt a két tagállamot, és végül feladják az álláspontjukat, és megszavazzák a két rendeletet, vagy pedig cserébe kérnek és kapnak valamit. Ez az, amit nem lehet tudni, hogy mi lehetséges. Beszélnek arról, hogy valamilyen formában mégiscsak felpuhítanák ezt a mentőcsomagot, de állítólag más kérések is lehetnek, egyeztetések zajlanak minden létező szinten. Ezen a hinten egyébként nagyon fontos események zajlanak ezzel kapcsolatban, leginkább az a csúcs találkozó, amit az állam és kormányfők között rendeznek majd videokonferencia formájában csütörtökön, és aminek az égvilágon semmi köze se a költségvetéshez, se a mentőcsomaghoz, de hát tudjuk jól, hogy uniós csúcson az kerül a napirendre végül is, amit az állam és kormányfők oda tesznek és szóba hoznak, és mindenki azt valószínűsíti, hogy ez a kérdés oda fog kerülni. Hogy aztán onnan hogyan tovább, hogy lesz-e költségvetés, vagy mentőcsomag, vagy nem, azt egyelőre nem tudni. Költségvetésen mindenképpen lesz az Európai Uniónak, mert ha nincs új, akkor a jelenlegivel megy tovább, évenkénti összeget elosztanak 12-vel, és akkor ez lesz havi bontásban a rendelkezésre álló forrás. A mentőcsomag viszont a kukába kerül mindenképpen, hogyha így folytatódik, hiszen hogyha nincsen hitelgarancia, akkor nincsen hitel sem, és hát egyszerűen nincs pénz akkor, amit el lehet költeni. Nagyon pici időnk marad, de arról még beszéljünk, hogy a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatban magyar részről többször elhangzott, hogy nem is jogszerű. Ennek mi a magyarázata? Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell menni 2018-ig, az Európai Bizottság akkor tette le az asztalra ezt a bizonyos jogállamisági feltételrendszer javaslatát, vagyis, hogyha egy tagállam nem felel meg a jogállamisági elveknek, akkor attól átmenetileg vonják meg a pénzeket. Ebben a javaslatban az kerül bele, hogyha általános hiányosságok mutatkoznak a jogállamiságban, akkor már eljárás indítható lenne. Kiderült azonban, és ez nem csak magyar aggály, hanem például Angela Merkel is megfogalmazta, és a tanács jogi
szolgálata is, hogy erre már van jogszabály, ez az a bizonyos hetes cikk, amit a szerződés is rögzít, és hogyha létrehoznának egy másik ilyen jogszabályt, ami ugyanerről rendelkezne, és másfajta szankciókkal sújtaná a jogsértőket, akkor ez tulajdonképpen a hetes cikket vagy hatályon kívül helyezni, vagy pedig felülírná, és ez valóban jogilag nem lehetséges. Baracka Eszter, Brüsszel, köszönjük a jelentkezést, és akkor nézzük a folytatást, mert hogy maradunk még a témánál. Az egész ügy, ahogy Eszter is mondta, eléggé bonyolult. Jelenleg úgy néz ki, röviden összefoglalva a helyzet, hogy a jogállamisági mechanizmus bevezetését nem tudja megakadályozni Magyarország, a költségvetést viszont lehet blokkolni. A részleteket Fábián Barna kollégám is beszélgetőtársa fejti ki egy elemzés keretében. Jó reggelt kívánok, parancsolj, Barna! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, és itt van velünk Skype kapcsolatban Kurucz Orsolya, az Alapjogokért Központ projektvezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Baracka Eszter kolléganőnk Brüsszelből már vázolta, hogy mennyire bonyolult, avagy kívülállóknak bonyolult, az Európai Unió jogrendszerét és működési elvét ismerőknek szokványos dologról van szó. Amióta az Unió megalakult, sőt előtte a megelőző közös piac is voltak ilyen viták már. De nézzük akkor, mi is az alapvető probléma. Itt van egy bizonyos jogállamiság kérdése, angolul úgy hívják, hogy rule of law, de hát honnan is ered ez? Hát nagyon régről Arisztotelész Nomarchia, vagyis a Szabályok Uralma című munkáját fordították le a 19. században angolra, majd franciára és németre, és már az a három fordítás sem vette egymást. Így aztán ennek szabályozott rendszere nincs. Akkor hogyan lehet ehhez valamit is hozzáhasonlítani? Épp ez a probléma, hogy sehogy. Tehát az Európai Unió most már 2013 óta próbál azon dolgozni, hogy legyen egy egységes definíciója a jogállamiságnak. De 2013 óta sajnos nem jutottunk eredményre. Épp ezért is olyan nagy probléma, hogy most egy olyan eszközt próbálnak létrehozni, ami nem csak kommunikációs eszköz, hanem amely szankciókat is követhet ennek a kezdeményezése. És ezért ez a nagyon nagy baj, ezért is van az, hogy többször előkerült a tárgyalások során, hogy nincs definíció, akkor mivel kapcsolatban vizsgálódik ez az új eszköz, és mivel kapcsolatban függesztheti fel az uniós forrásokat, és ez az a magyar kormány és a lengyel kormánynak az egyik legnagyobb problémája. És sajnos a válasz erre az, hogy igazából nem az a cél, hogy legyen egy definíciója a jogállamiságnak, hanem az a cél, hogy az Európai Bizottságnak legyen egy eszköze, amiben a jogállamiságra hivatkozva megbüntetheti, vagy sarokba szoríthatja azokat a tagállamokat, amelyik olyan intézkedéseket hoznak, ami neki nem tetszik. De ez olyan, mintha az almatermés méretét kéne a szénak azzal szépségéhez hasonlítani. Hát nincs mérce. 100 centi, ugye az meg vagy 1 méter, stb. De ha nincs ilyen mérték, hogyan? Pláne hozzáteszem, ha azt mondják, hogy a jogállamiság sérült, hol, mikor kísértette meg, 2, fennáll a veszélye, hogy sérül, és talán megsérült. Hát ez megint 3 olyan, mint a gyúrma. Hogy lehet ezt összegyúrni? Mert hogy ennek pénzelvonás lehet a vége. Sehogy, és pontosan ez a egyik legnagyobb probléma ezzel az egésszel, hogy nem csak már konkrét intézkedések, vagy konkrét sérelmek indíthatják be ezt az egész folyamatot, hanem annak a gondolata, hogy talán majd egyszer lesz egy ilyen, már az lehetőségként merül föl, hogy lehet, hogy majd megsérül a jogállamiság, amit nem definiáltunk. Tehát ez egy olyan tág teret ad az értelmezésre, és ezáltal az eljárásra és a fellépésre is, amit mind a két kormány sérelmez, hogy ezt nem szabad engedni, mert egyszerűen olyan hosszú távú folyamatokat indít el. Tehát itt nem csak a jelenlegi helyzetről van szó, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan politikai irányba viszi tovább az Európai Unió működését, ahol a bizottságnak sokkal nagyobb hatalma van és hatásköre, mint amit egyébként a szerződések megfogalmaznak, és elfogadja azt, hogy lehetőségünk van az alapító szerződéseket felülírni. És ez a magyar kormány szerint nem lehetséges. És általában szerintem a többi tagállam részéről is ez kéne az álláspontnak lenni, hogy nem lehetséges, hogy az alapszerződésekkel szembe menve hozzunk létre valamit. De hát az alapszerződést csak konszenzussal lehetne módosítani.
Pontosan. Tehát ezért valaki felszólal, volna... hogy szerintem ez így nem jó, akkor semmi értelme. Pontosan, és pont ezért kellett volna ahhoz tartania magát az összes uniós szereplőnek, amiben az állami kormányfők júliusban megállapodtak, mert hogy ott konszenzus volt. Hosszas tárgyalások után, de megállapodtak egy szövegben, amit aztán figyelmen kívül hagyott az Európai Bizottság és a tanács. Érdekes dolog ez, és a jogállamiságról már utána többet nem beszélünk, bár lehetne, hogy fennáll a veszélye, hogy sérül a jogállamiság. Ez olyan, mint a kirakat előtt ácsorogni, pontosabban majdnem olyan. Ácsorgom, nézem közelről az árukat, majd kijön a biztonsági őr, vagy őrök, és bevisznek. És engem ott jegyzőkönyv fel, nem csináltam semmit, de fennállt az esélye, hogy berúgja a kirakatot, és elvigyen onnan valamit, de én nem csináltam semmit. Hát akkor mi lesz? Pláne annak fényében, hogy például hogy lehet összehasonlítani egy alkotmánybíróság működését, mondjuk a Magyar Alkotmánybíróságét, olyan országokéval, ahol elkülönített, független alkotmánybíróság nincs is. Hollandia, Svédország. Vagy például olyan országokkal, ahol az igazságszolgáltatás felügyelete a kormány alá tartozik, Franciaország. Vagy olyan országban, mint Németország, ahol semmi nem tiltja, hogy a bírók politikai pártok tagjai lehessenek. Magyarországon az egyik sincs így. Tehát hogy lehet így összehasonlítani? Sehogy. És pont ez volt a problémája a magyar kormánynak, nem csak ezzel a rendelettervezettel, hanem már pont a kezdetek óta, amióta jogállamiságról beszélünk, mert nem lehet összehasonlítani ezeket az alkotmányos rendszereket. Történelmük, kultúrájuk következtében teljesen önállóan fejlődött az összes, és nem összehasonlíthatóak. És ezért is volt problémánk például az Európai Bizottságnak a jogállamisági jelentésével, ami múlt hónapban jött ki, hogy ott se lehet összehasonlítani, nem lehet összehasonlítani, ahogy mondta, az alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatásokat, és erre alapozni források megvonását, az meg egyszerűen csak felelőtlenség. Most, hogy egy pénzről van szó, sürget a határidő, mert a déli államok pénztárcája, hogy is mondjam, csak picikét megőrült, kiszáradt a kassa, nekik mint egy falat kenyér kell a pénz. Lehetséges, hogy Lengyelország és Magyarország oldalára állhatnak? Mert hogy a pénz kell? Most kell a pénz. Szerintem most leginkább a Németországgal, a tanács soros elnökséget ellátó Németországgal és a bizottsággal és a parlamenttel fog tárgyalni a magyar és a lengyel kormány. A déliek nem szólaltak még meg úgy erősen ebben a kérdésben. Nyilván tudják, hogy Magyarország már júliusban egyértelműen kifejezte a szolidaritását az irányukba, és mondta, hogy támogatja a hitelkonstrukciót, támogatja, hogy 750 milliárd euró öntsünk a gazdaság élénkítésbe és gazdaság megmentésbe. Még de... akkor is bocsásson meg, ha Magyarországnak például erre közvetlenül nem is lenne szüksége. Pontosan, és pont ezért is jeleztük, hogy ez az irányukba tett szolidaritásunk jelképe, de kíváncsi vagyok, hogy a mai napon van általános ügyek tanácsa, ott az Európai Uniós miniszterek tárgyalnak, és ahogy Barack Eszter is mondott csütörtökön, az állami kormányfők fognak erről a kérdésről tárgyalni, hogy ott milyen konstelláció fog felállni, és kinek mi lesz az álláspontja ebben a kérdésben. Mert az nem megkérdőjelezhető, hogy itt nem arról van szó, hogy Magyarország nem támogatja a válságkezelést, és nem szeretne költségvetést 2021. január 1-től, hanem a mikéntje ennek az itt a nagy kérdés. Kurucz Orsolya, az Alapjogokért Központ projektvezető helyettese. Nagyon szépen köszönöm.